Hello mindenkinek, Szivas vagyok, és ez itt a Half-Life 2 végigjátszás második rész. Ez a nagyon, nagyon kedves Alex itt most kisegített minket a bajból, és már megyünk is lefelé, ahogy látom, igen. Hát nem. Half-Life 1-ben amúgy egyáltalán nem is voltak nők, szóval... Azt nézem, hogy le lehet-e nézni a liftaknál, de nem, pedig tök vicces lenne. Na mindegy. Itt a fő genyó. Most azt hiszem, most van az, hogy elvisz a nagyon titkos, nagyon bázisig, ahonnan kezdődnek majd a bonyodalmak. Izgalmas lesz. Csak ki kell várni, ezt olyan gonosz arca van, úristen. Ezt most vettem csak észre én. Ah! Gyere, bassz meg! Körülbelül. És Black Mesa spórolója van, ez is érdekes. Én már nem tudok. Na mindegy. És figyeljetek, milyen akrobatikus a nő. Oh, de nagyon menő vagy. Úristen. Today we're finally on the verge of having a better way. Igen, most mondja, hogy segít az embereknek kimenekíteni őket a városból, a csatornákon keresztül, ami veszélyes, de kitaláltok valami jobb megoldást. Oh, and by the way, nice to finally meet you. Yet it is nice to finally meet me. Szóval ez a nagyon sok értelemben nem rendelkező teleporter, na mindegy. Hát onnan nem fog tudni kijönni, hiszen nincsen ott senki, de mindegy. Igen, most mindenki oda van meg vissza, hogy Gordon Freeman. Na jó, most ezt meguntam, szóval az elkövetkező időt használt tartom, hogy nektek dobálom ezt az italos dobozt. Ezt így viccesnek tartom. De amúgy ez mi ez? Tehát, hogy jó, értem, hogy A pontból elteleportál B-be, de hogy el tudjunk teleportálni, előbb el kell vinnünk egy teleportált arra a helyre, ahova menni akarunk, szóval hát sok értelme így nincsen. Ha mindegy. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a... Ez tök vicces, ahogy ilyen nagyító. Ami nem nagyít ez nagyot, szóval igazából nem értem minek. Ha mindegy. És ez pedig valami nagyon tudományosan kinéző dolog. Itt meg képernyővédő a hiperűrből. Olyan dolgokat veszek észre komolyan, ami addig nem is tűnt fel, pedig már elég sokszor végigvittem ezt. Shift. Mik ezek a motorok? Ez valami nagyon jól néznek ki ezek is. Hő! Na most csak beragadtam. Nem, haha. Oké. Megvan Lamar. Amúgy ezt honnan tudja, hogy Lamar-e vagy csak egy sima headcrab? Hogyha összetéveszi, jaj, Lamar, egy zombi lesz. Tehát ez vicces lenne, hogy egyszer összetéveszteni Lamart egy másikkal. Az ott tökéletes. Én nyomom meg a gombot akkor is. Köcsög. Oké. Pá! I'm so cool. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least the glove parts do. Na végre van némi alapanyagunk, amivel elkezdhetünk dolgozni. Bla, kiveszem a kezéből, nem lehet. Comfort and utility. Oh dear,
Ez az, te hülye, nincs időnk erre. Amúgy itt van az irat. Megpróbálom megfordítani, mert tényleg az van ráírva amúgy. Így. Mark V Hazardous Environment Suit. De az a vicces, hogy csak az első, tehát az a mondat, amit felolvasott, csak az van meganimálva, a többi ilyen elmosódott szar. Tehát ezért mégse írtak meg ennyit. Csak annyit, amennyit tényleg felolvasott. Ez vicces. És itt a teleporta. És mi majd, ha én bemegyek, nem tudok. Jó. Jó, nyugi, majd azt én tudom. Ahogy meg fogsz halni az epizód 2-be. Amúgy vicces, hogy lehet mindenféle dolgokra felmászni, ez mindig is tetszett. Az a baj, hogy ez a max, tehát ennél tovább sose tudtam menni. Na mindegy. Let's do it. Mindjárt jön az izgalmas részem, akkor majd lövöldözni is kell, de még nem most. Mindjárt. Pim. Jó, most nem vártam meg, amíg ezek végig pofázzák a cuccaikat. Ah, most jön az... Ez az én időm. Ah, el kell fordítani egy piros kart, jajjá. Yeah. 3 2 1 Ah, milyen tök jól tudok visszaszámolni. Pont akkor teleportált el, amikor én az egyhez értem. Hát nem tökéletes ez a nap. Na jó. Jó, most a... Oh, beteleportáltuk a csajt a tévébe! És a technológia. Biztos. Kár, hogy nem lehet ezeket nyomkodni. Ó, még ott villognak is, hát ez... Nagyon vicces vagy, Barney. És most én jövök, ami szar lesz. Oh yeah. Let's do this. Mint egy Kraner tök, mint egy őrült tudós amúgy. Inkább egy hülye tudós. Most így belegondolok. Yes indeed! Yes indeed! És most jön a szopás része. És most kezdődik a történet most! Innentől. Ez a fő storyline. Hi! Ott az áruló. Hello, Brain. It's magic. Mi tök jó, hogy bármilyen erőfeszítéseket tesz, hogy futkos előre. Ó, most oldalra. Meg ne szakadj bárni. Ó. A Half-Life 1-ből ez az, ami folyton... Szóval, ja. Most az FPS-em eléggé lecsökkent, hogy ez a teleportáció van, de... Igazából nem nagyon észlelem. Na mindegy. Ez a lószar. Á, annyira idegesítenek amúgy ezek, hogy folyton a szemembe villannak mindenféle lószart. Jó, kézen az ajtón, és most egy loading. Most. Igen, tökéletes. Na, gyere Barney, és add ide az én kis fegyveremet. És megint felnövekedett az FPS-em, szóval végül is jó. Hello!
The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 7. Azok amúgy mind ilyen fényképezés lókszerok, amik ott van, ott repülnek ki. Engem. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees and they'll help you if they can. Ez a felirat ott tök jó. Mindegy. Nem látod le. I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. Enyém az igazság fegyvere mostantól. Oh yeah. Reformokat fogunk végigvinni ezzel az eszközzel. Tök jó lesz. És ott kezdem, hogy ezt a szart itt megölem. Tök éj. Oh. Nem hallom a zenét, pedig itt van. Kicsit túlhalak lett, na majd legközelebb. Oh, hi! Hi, train! Ezt meg lehet ilyenkor paskonni? Meg. Csak vigyázni kell. Hopp! Megpaskorom a vonatot, yes! Paskodjunk vonatot, szivacsöm. Ami nem is a sinem megy. Ez lol. Oh, lőnek. Hova kell menni? Au, shit, fuck. Ez nem tetszik. Szóval itt fel, túlélni a lövéseket, és itt be. És itt kezdődik a szívás. Amikor elkezdődik a útacsatornán át. Azt hiszem ez a fejezetnek is a címe. Hér fogunk kapni fegyvert, yeah. Közvetlenül a loading után. Most. Pim. Ezt a hármat feltöltjük. És... Au! Ez nem esett jól. És most, hogy ezt a kettőt megöltem, mostantól engem fognak keresni, lol. Oké, menjünk. Ne vesztegessünk időt. Jó van már, nyugi, megyek. Istenem, hülye picsa. Tökéletes. Kaptam tőle lőszert, és most már van fegyónk. Yes, elkezdődik az igazi Half-Life. Oh yeah. Pam. Oké, akkor itt most befejezem a második részt, és majd legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok!